Nem kezdődött jól a hazaiak számára a mérkőzés, már az ötödik percben hátrányba került a Sényő. A második fél időben ráadásul emberhátrányba kerültek a hazaiak, mivel Klepácsot kiállította a játékvezető. A Sényő hátrányban is nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, és egy baloldali akciót követően Kapacina Kevin közelről be is talált az egri kapuba. Nem állt le a házigazda, és a 72. percben Kapacina Valer jobblábas lövésével a vezetést is megszerezte a Sényő. A 76. percben egyenlő lett a létszám, mivel Gajdát is leküldte a pályáról a játékvezető. Sőt, két perc múlva már a hazaiak voltak emberelőnyben, Valkai pirosat érő szabálytalanságát követően. A lefújás előtt nem sokkal Lizák végleg eldönthette volna a meccset, de az egri kapus hárítani tudott. Így maradt izgalom az 5 perces hosszabbítása is, de a 3 pont végül a hazaiaké lett. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés fog ránk várni, erre is számítottunk, amit az Eger játszott, rettentően szervezetten és jól védekeztek. Sajnos az elején egy nagy óriás egyéni hibából hátrányba kerültünk, és így még nehezebbé vált a saját dolgunk. Ezen a mérkőzésen azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem is sikerült annyi gólhelyzetet kialakítanunk, viszont 2-1-nél volt egy óriási lehetőségünk, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést, de azt mindenféleképpen megemlíteném, hogy a 3 kiállítás ellenére egy sportszerű mérkőzés volt. Fiumei Viktor szerint a hátralévő őszi meccsek szempontjából is fontos volt, hogy legyőzzék az Egert. A fiúktól azt kértem, én is és a kollega is meccs előtt, hogy egy a lényeg, hogy a mérkőzés végén mi 3 pontot kapjunk, az ellenfél pedig 0-t. Mondtam, hogy ezt bárhogyan abszolválhatják, egy gyönyörű szép gólgazdag parádés játékkal, akár egy öngóllal, hát ezzel is elégedett vagyok teljes mértékben. Az NB3 keleti csoportjának élén a Füzes Gyarmatál 27 ponttal megelőzve a 26 pontos Deacot. A Sényő 18 ponttal a 7. helyen várja a bajnoki folytatást. Előtte azonban szerdán Magyar Kupa mérkőzésen az NB1-ben 2. helyen álló Mezőköves látog a Sényőre. Azt tudjuk, hogy a Mezőköves most az NB1-ben is egy élcsapatnak számít, rendkívül jó formában vannak, tudjuk, hogy nagyon jó a keretük, nem csak az a standard játékosok, akik játszanak a bajnokságban, hanem gondolok olyan játékosokra is, akik a kispadon kevesebb lehetőséget kapnak. Most biztos, hogy ők meg fogják kapni a lehetőséget, és fűteni fogja őket a vágy, hogy bizonyítsanak a szakmai stábnak. Nekünk ez egy, úgymond tavaly sikerült egy NB1-es csapatot hoznunk a Ferencváros szempontjából, most egy Mezőkövesdet sikerült behozni egy élcsapatot. Azt gondolom, hogy nekünk egy felszabadult játékot kell játszanunk, élveznünk kell azt, hogy egy ilyen csapat ellen játszhatunk. Reméljük, hogy minél többen kilátogatnak a meccsre, és egy élvezhető jó meccset tudunk játszani. Megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A Sényő Mezőköves mérkőzés szerdán 12:30-kor kezdődik a Sényői Sporttelepen.